Eger történelmi belvárosában található Egri Road Beatles Múzeum 2015 óta várja látogatókat a Hotel Corona Eger szálloda épületében. A múzeum a pincén át az első emeletig 450 négyzetméteren közel 2000 tárgyi emléket mutat be. Hasonló a zenekart bemutató múzeum jelenleg csak Liverpoolban, Halléban, Alkmaarban és Buenos Airesben van. Kelet-Közép-Európa egyetlen Beatles múzeumát Peterdi Gábor és Molnár Gábor zenekar iránti szenvedélye hozta létre. A két barát több mint 50 éve gyűjtik az együtteshez kapcsolódó tárgyi emlékeket. Molnár Gábor, a Halhatatlan Beatles című könyv szerzője, napjainkig több száz lemezhez és egyéb Beatles emlékhez jutott hozzá. Peterdi Gábornak pedig értékes hang- és videóanyagokat, valamint relikviákat, szakirodalmat és kiadványokat sikerült megszereznie. A tálat 21. század technikai színvonalán vezeti körbe a látogatót, a zenekar színpompás világába. A pincében vetített, a gyermekkor bemutató film után időrendi sorrendben multimédiás paravánok használatával mutatja be a múzeum Beatles történetét. A monitorokon filmjeik részletei, eredeti híradók, riportok, koncertek tekintetők meg, mindemellett fejhallgatón keresztül bele lehet hallgatni az együttes műveibe. A tárlókban kiállított eredeti sajtótermékek, ruhadarabok, makettek, limitált kiadások, ritkaságok gazdagon illusztrálják a Beatles érdekes történetét. És akkor jön, amelyek jönnie kell, mindenféle gitárt ki lehet próbálni. Thank you.
És akkor most jön egy nagyon hűvös pince, ahol egy ilyen 8-10 perces filmet láthatunk a Beatlesről, a tagokról, életrajz és minden, ami nagyon fontos. Én egy picikét azért bevágtam és meghagytam a legfontosabb részeket, de azért, aki ide látogat, az szerintem jobban jár, ha először a pincénél kezdi és megnézi ezt a filmet, és utána az emeletnél körbejár. Az 50-es évek végén egy fiatal fiúnak három választása lehetett. Dolgozhatott a kikötőben, esetleg kereskedelemben, hogy ha ügyes volt a labdával, megpróbálhatott bekerülni a Liverpool vagy az Everton labdarúgó csapatába. Ez a három lehetőség állt a kis Richard Starkey, azaz Ringo Starr előtt is, aki a cukrászkázas pár Elsie és Richard egyetlen gyermekként látott napvilágot a Liverpool egyik legszegényebb város részében. Az apa gyorsan érdeklődését vesztette a családi életben, és magában a feleségét is nyert. 6 évesen a kisfiú vakbélyugrodása miatt hónapokra kórházba került, így szinte teljesen kivaradt az iskolai oktatásból. Hónap előzésére az orvosi személyzet felajánlotta, hogy lépjen be a kórház zenekar tagjai közé. Ringo imádta az ütősüket. Miután a sorozatos betegségek után 15 évesen a szanatóriumból végre hazakerült, Richard dolgozni kezdett. Pincérként engedte a napjait egy Liverpool és Észak-Wales között ingázó sétahajó. Leginkább azonban a zene és különösképpen a dobolás volt az, ami igazán érdekelte. 1957 karácsonyára levele apja Harry egy használt obszerpóval lett meg, és Richard néhány barátjával rövidesen meg is alapította első zenekarát, az egyik Clayton Skiffle Group. Szinte napra pontosan 3 hónappal kis Ricsi után újabb kis Liverpooli lépte a történetünkbe. John Winston Lennon 1940. október 9-én látott napvilágot a város szülészeti kórházában. Apja Alfred tengerész volt, aki gyorsan elvitt a háborúk zivatarában magára hagyott a feleségét, Juliet és a kisfiút. A fiatal anyát tudott megbírkozni a feladattal, ezért inkább nővérét, Mimit és annak férjét George Stanley bízta meg a kis John nevelésére. Lennon meglehetősen gondasztóan viselkedett az iskolában, sokkal jobban érdekelték egyéb tevékenységei, mint csak a folyamatos biflázás. Szeretett például karikatúrákat rajzolni, amiket azután saját iskolai lapjában adott közre, de művészeti tehetsége ellenére bizonyítvány mindig ijesztően is. Mindig kötetnyi novellát adott a kezébe, nagybátyja pedig megtanította a szájharmonikázásra, és eszét a közös keresztvetnénk fejtésekben is csiszolta. Kis John kedvenc időtöltés az olvasás, rajzolás, a BBC rádió műsorok hallgatása és a viccelőzás volt. John édesanyja rendszeres időközönként átadatta, és amikor a fiú 11 éves lett, már maga is elmentett hozzá. Ilyenkor közösen lemezeket hallgatta, sőt Julia megtanította a fiát játszani a bencsen is. 1956-ban aztán John barátaival megalakított a saját zenekarát, a Fairmont. James Paul McCartney 1942. július 18-án született Liverpoolban a Walton kórházban, ideálisnak mondható családi körülmények közé. Édesanyja még nővérként dolgozott, volt egy öccse is Michael, és egy szerető édesapja James McCartney személyében. James évtizedekkel korábban egy jazz bandát irányított, barátságos ember hírében állt, otthon még egy pianino is volt, az apa pedig igyekezett fiait rábeszélni a zeneiskolára. Paul azonban jobban szeretett hallás után filmpilotni a hangszeren. Paul jó az ő gyerek volt, ami kiváló bizonyítványán is megmutatkozott. 1953-ban sikerrel tette el a vizsgáit, és felvételt nyert a város legkiválóbb gimnáziumába, a Liverpool Institute-ba. A boldog családot azonban tragédia sújtotta. Az édesanyja 1955-ben rákban elhunyt, magára hagyta Jimet és a két tínédzsert. Paul minden fájdalmát a zenélésbe folytotta. George Harold Harrison, Lewis és Harold legkisebb fiaként látott napvilágot egy szűk kis lakásban az Arnold Road 12 alatt. Édesanyja ír felmenőkkel rendelkező bolti eladóból, még édesapja buszsofőrként dolgozott. A családhoz tartozott nővére Lewis és két bátyja Harry és Peter is. Az anya nagy szeretettel támogatta a legkisebb gyermeke korán megmutatkozó zenei érdeklődését. A kis Harrison gyakran töltötte az olancs iskolai órákat a füzetjéből rajzolt gitáron tervezgetésével.
Csorcsa kocakjában és maga rendszeres hallgatója volt a rádió India műsorának, ragák és szitárnakon töltötték ilyenkor be a rezonánsz. Már édesapját utalította a kisfiú zenei pályájának gondolata, 1956 végén mégis megajánlott azt egy akusztikus gitárra. George nem volt kivételesen jó tanuló, mégis sikerrel tette a vizsgáit és került ugyanabba a gimnáziumba, amiben volna Kármán is. Így reggelente a buszon találkozó barátkoztak össze, és beszéltek közös érdeklődési köreikről. Csajokról, motorsportról és az zenéről. Ekkor a George már megcsillantott a tehetségét a gitáron, és számos instrumentális legelet hangra le tudott játszani hangszerén. Sőt, már zenekari tapasztalata is volt, hiszen első zenekarához a Rebelshez 13 évesen csatlakozott.